Egy idő után a mutat elkezdjük szégyelni. Aztán elkezd visszalopakodni, visszatüremkedni az életünkbe, és idealizálódik. Én például így voltam életem első igazán nőnek tekintett nőjével, akit egy fekete fehér tévén egy videóklipben láttam, Sissy Catch, amikor éppen egy pár ducot vezetett pórázon. Úristen, ilyen nincsen. És ugyanígy voltam a kaják közül a bélszínolóval. Nekem a bélszínoló volt az über luxus, finom főzelékkel. Úgyhogy ma ez készül. Kezdjük szerintem a finom főzelékkel, mert annak alapvetően picit több idő kell. Répát és karalábét meghámozok, és szépen nagyjából egyenlő nagyságú kis apró kockákra vágom. Majd vajon, 50 g-nyi vajon, elkezdem lepárolni, egy picit karamellizálódni fog a zöldségekben lévő cukor. Amikor ez nagyjából már megvan, akkor ráteszem a zöld borsót is, én fagyasztót fogok most felhasználni. Keverem, ez is gyönyörűen szépen átpuhul. Vízzel, annyi vízzel, amennyi éppen hogy csak ellepi, felöntöm, cukor bele és só bele. Lefedem és gyönyörűen puhára párolom a zöldségeket. Amikor ezen megvagyok, nem a teljes klasszik vonalat fogom követni, de kerül bele liszt, mert szerintem, és most ezzel meg lehet kövezni, de az általam kedvelt főzelékekbe, főleg ami retro jellegű, abban azért kell a liszt. De nem rántás formájában, hanem tejszín fogok, és mégpedig habtejszín. Vagy legalábbis fele részben habtejszín és fele részben főzőtejszín, nagyjából egy másfél deci, elkeverem liszttel, teljesen csomómentesen, majd az egészet belöntöm az edénybe, elkeverem és gyönyörűen szépen be fogja sűríteni, utána kóstolok, ha kell még bármi ízesítés, akár cukor, akár egy pici só, hogy kihozza jobban az édes ízt, akkor ezt beleteszem, lefedem, és hagyom állni, és készen is vagyunk. Főzelék, amint elkészül és besűrítettem, még a maradék 50 g-nyi vajat beleteszem, és azt is gyönyörűen elkeverem, mert föloldom, és az egész ettől is, meg a tejszíntől is lesz egy ilyen, meg attól, hogy habtejszínt használok döntő részben, tejszínként, lesz egy ilyen nagyon habos, nagyon lágy, független attól, hogy ez most egy főzelék és liszt is van benne, egy ilyen teljesen más állagot kapunk. A főzelékhez képest is egy teljesen más állagot, egy kicsit ilyen, hát akár még azt is mondhatnám, hogy habos. Nem az, de mondhatnám. És nagyon jó. És jön a bélszínoló. A bélszínroló az szerintem, vagy legalábbis a kutatásaim szerint soha nem készült bélszínből. Lehet idealizálni, és lehet azt mondani, legalább egy részében bélszín volt, szerintem nem volt az. Soha nem volt benne bélszín, ez egy baromság. De én legalább marhából csinálom, legalábbis egy részét, úgyhogy egy ilyen fél kiló darált marha. Nekem a bélszínroló állaga, hogyha beleharaptam, vagy szétvágtam, kettévágtam, akkor egy ilyen nagyon homogén szerkezetű, nagyjából a parizerre hasonlító keresztmetszetű, vagy vágási felületű történet volt, és én ezt próbálom valahogy valamilyen úton-módon utánozni. Mindenképpen gépben fogom a hozzávalókat összekeverni, de nem akartam turmix gépbe, tehát nem akartam az egészet cézdúzni egy késsel, ezért egy sima konyhai gépben fogom a keverőlapáttal megcsinálni. Megy bele valamilyen májkrém vagy májas, nagyjából ilyen 100-150 g-nyi. A hagymát és a fokhagymát is krémként, fokhagyma krémként és hagyma krémként fogom beletenni. Teszek bele SPG-t, szinte sóbors fokhagyma, nagyjából egy pici sóval kell utána ízesíteni, és petrezselyem apróra vágva. Teszek bele egy tojást, fogom az egészet be az edénybe, a keverőedénybe, és gyönyörűen legalább egy 10 percig csapatom, viszonylag alacsony fordulatszámon, és teljesen homogén massza válik belőle. Ami egyébként viszonylag puha, tehát nagyon nehéz lesz ezt formázni, és ennél kitaláltam egy módszert, pontosabban nem találtam ki, hanem láttam egy módszert. Fogok egy műanyag üdítős flakont, vagy üveget, vagy mit tudom, mi ennek a neve, kettévágom, a kupak felül részébe beletöltöm a masszát, a másikat megfordítva rányomom, és innentől kezdve gyakorlatilag kész egy ilyen kolbásznyomó eszközünk, ezzel tudok nagyjából egyenlő méretű, egyenlő vastagságú kis rudacskákat kinyomni, és prézlibe forgatom, és itt jön számomra egy nagyon fontos dolog, ugyanis teljesen véletlenül, pontosabban nincs jobb alapon, egy teljes kiörlésű prézlit vettem a múltkor, fogalmam sincs melyik boltban, és fogalmam sincs márkájáról sem, viszont szerintem rántáshoz, meg sütéshez életem legjobb prézlije, az aranybarnánál egy fokkal sötétebb barnára lehet megsütni, és gyönyörű színe van, és én imádom. És a gyerekek is pedig, ők alapvetően a sima bundázottat, a sima prézlis bundázottat nem igazán kedvelik, de ezt nagyon. A rudakat megformáztam, prézlibe belehengergettem, és mivel nagyon puhák és szerintem kezelhetetlenek, viszont ez meg kell ahhoz, hogy a végén egy ilyen
nagyon jó állagot kapjunk már sült állapotában, fogom az egészet, és beteszem a fagyóba. És nagyjából egy órát várok vele, vagy akár többet is, tehát másnap is meg lehet ezt sütni. Megvárom, amíg egy picit megdermed legalább. Az sem baj, ha megfagy, és csak utána fogom kisütni. Olaj, nagyjából 170-175 fok, beleteszem, és gyönyörűen minden oldalukat aranybarnára, vagy barnára sütöm, kiveszem, és lehet is tálalni. Finom főzelék, bélszínolóval, amiben egy deka bélszín sincs. Kóstoljuk! Megnézzük, hogy Sissi Kecs valóban annyira jó nő, mint hogy emlékszünk rá. Mivel kezdjük? Kezdjük ezzel. Ú, de jó. Habos. Tényleg habos. Nagyon könnyű, nagyon lágy. Nem, nincs az a lisztes sűrített főzelékekhez hasonlóan kicsit ilyen megterhelő hatása. Nagyon jó. Nézzük a bészenhót, az a Sissi Kecset, mert eddig a fekete párduc volt. Hasonló, de azért nem az. Szóval vagy én emlékszem rosszul Sissi Kecsre, vagy azért mégsem volt annyira jó nő. Nem rossz, egyébként egy ilyen kvázi fasírt pótlékszerűség, de azért nem azt a textúrát, nem tudom, hogy fogalmazhatok-e egy bélszínolóval kapcsolatban ilyen hülyém, de nem azt az állagot hozza, mint amire én emlékszem. De egyébként meg jó. Szóval már ennyi voltam. Ha tetszett a videó, meg tetszett a bélszínoló és a főzelék, akkor légy szívesen adjatok egy lájkot. És ha akartok még ilyeneket, mert minden más gasztrotémával, akkor kérlek benneteket, iratkozzatok fel, és akkor találkozunk. Sziasztok! Stop. Még annyit el akartam mondani, hogy nagyon összemegy sütésnél a bélszínoló. Magyarul, amire az elején gondoltam, hogy hú, ez jó ez a méret, mert ekkora a bélszínoló, azt el kell felejteni, annak körülbelül dupláját kell kihúzni, mert a sütés közben annyira összemegy, hogy a végére lesz egy normál bélszínrólónak megfelelő méretű a cucc. Kész.